Nos, sziasztok, akkor gyorsan nézzük is meg ennek a pár mondatnak az elemzését. Jó, én most végig fogok mutogatni mindent az elemzésben, de természetesen azokat a mondatrészeket kellett elsősorban jelölnöd, amelyeket már eddig is megtanultunk. A cipészek kalapáccsal dolgoznak. Mit állítok, hogy dolgoznak, kik dolgoznak? A cipészek, és mivel dolgoznak kalapáccsal? Ugye ez E és hullámos vonal. Tollal írd a levelet. Mit állítok, hogy írd? Ki írd tollal a levelet? Ugye te? Ez egy kicsit így lassú, de tudom. Mit írt tollal? Levelet, vagy ugye a levelet, ugye a névelő, mivel viszonyszó, ezért önálló a mondatrész nem lehet. Általában az alanyhoz szokás hozzáhúzni, de a tárgyhoz is hozzá lehet. És mivel írd a levelet? Hát a tollal, a toll az egy eszköz ahhoz, hogy megírd a leveledet. Te az ujjaddal ugyanis nem tudod csinálni, tehát nem mondhatni azt, hogy tollal együtt írod. Kenyérrel egyétek a fölvágottat, mit állítok, hogy egyétek? Kik egyétek? Ti? Ugye mit egyetek kenyérrel? Jaj, bocsánat, ez egy rövidebb betű akar lenni, csak nehéz ezzel a piciben. Tehát mit egyetek a fölvágottat, és azt, hogy kenyérrel, a kenyérrel együtt egyétek meg a fölvágottat. Tehát a kenyér az nem csak egy eszköz, mint egy lapát, amivel belelapátolod a szádba a felvágottat, hanem a kenyérrel együtt fogod lenyelni a felvágottat, ezért társhatározó. A barátai révén jutottak hozzá olcsóbban a mosószerekhez. Mit állítottak, hogy jutottak hozzá? Ugyanis hozzájut, ez egy igekötőként szerepel. Jutottak hozzá, kik jutottak hozzá? Ők. Elég misztikus ő betű lett belőle. Jó, ők. Jó, kinek a segítségével? A barátai segítségével, tehát ez a barátai révén, ez így egy eszközhatározó. A révén ugyanis az egy névutó, ugye, ami már benne volt a videóban, hogy mindig eszközhatározót fejez ki. A barátai segítettek ahhoz, hogy hozzájussanak a mosószerekhez, és akkor annyi, amit nem kellett ugyan írnod, de mutatom, itt is van egy határozórag, itt is egy határozórag, tehát két határozóról van szó. Hozzájut, mihez jutottak hozzá a mosószerekhez? Amikor az a kifejezésed van, hogy hozzájut. Péter hozzájutott. Ha nincs szövegkörnyezetbe rakva, akkor ugye ez így nagyon kevés, tehát ki kell rakni mellé valamit, hogy hozzájut valaki valamihez. Ez az úgynevezett kötelező vonzat. Ezért ezeket, amikor így érezzük, hogy nélkülük nagyon hiányos lenne a mondat, és nem tudjuk őket más kategóriába rakni, ezek a régen, hát egy évvel ezelőtt vonzathatározók voltak, most megint állandó határozók, tehát AD-vel fogod jelölni, mint állandó határozó és hullámos vonal. Tehát itt az a lényeg, hogy amikor vannak ezek a kötelező vonzatok, még egyszer, hogy hozzájut valaki valamihez, ki kell raknom, hogy egy ilyen kerek információ halmaz legyen, és hogy olcsóbban jutottak hozzá, hát hogyan jutottak hozzá olcsóbban, ez itt ebben az esetben lehet a hozzájutásnak a módja. Ott határozó. Jó. Napjainkban legtöbben gépkocsival közlekednek. Mit állítok, hogy közlekednek? Kik közlekednek? Ők, és nem legtöbben. Miért nem? Nézd meg a felépítését, amíg én ezt itt ilyen bénán leírom. Azért, mert már is látod, hogy van rajta egy határozórag. És a gépkocsival mivel közlekednek? Minek a segítségével? A gépkocsinak a segítségével, tehát ez egy eszközhatározó, ezt eddig kellett jelölnöd, és mikor közlekednek napjainkban, ez pedig egy időhatározó.
És akkor igen, mivel mindig megkérdezitek, ami kimaradt, hogy micsoda, már is mondom, a legtöbben ezt régen számállapot határozónak nevezték, mert hogy az egyrészt számot is meghatároz, az embereknek viszont az állapotára is vonatkozik, hogy úgy többen együtt vannak. Itt viszont, mivel most már nem tanulunk ilyet, így azt gondolom, hogy legközelebb majd az állapot határozóhoz fog állni, tehát A hullámos vonal. De amúgy SA volt régen, SA hullámos vonal, mint számállapot határozó. De igazából most nekünk a fehérrel leírt részekre volt szükségünk, remélem azok jól sikerültek.